Kedves nézőink, üdvözlöm Önöket, ez itt a Művészbejáró. A mai vendégem Dankos Attila, orgona művész, akit egyébként az újpesti Egek királyné a templomban is ismerhetnek. Szerbusz, nagyon sok szeretettel köszöntelek itt az Újpest Televízióban. Azért Zalaegerszegről hosszú volt ide az út, nem? Hát igen, igen. Én is szeretettel köszöntök mindenkit, a nézőket, és köszönöm először is a meghívást. Mi köszönjük, hogy eljöttél, hiszen azért délelőtt van, és ugye te már is miséről szaladtál ide hát hozzánk. Igen, hajnali misén voltam, úgyhogy hát most ugye jelenleg helyettesítettem. Én zalaegerszegi származású vagyok, ahogy mondtad is, és hát 2019-ben költöztem fel Budapestre, és 2020-ban kezdtem el tanítani itt Újpesten az Erkel Gyula zeneiskolában. Hát ez egy nagy öröm volt számomra, a közösség, családias munkahely, gyerekeket ugye zongorára tanítok, illetve korepetítorként is működök a zeneiskolában. Úgyhogy én ezt nagyon pozitívan éltem. Akkor sok minden mást is csinálsz egyébként. Tehát ugye olyan művész vagy, aki sok lábon áll. Igen, igen, mondhatjuk azt. 2016-ban diplomáztam Debrecenben az egyetemen, és hát három kiváló tanár tanított, köztük dr. Karaszon Dezső, orgonaművész és tanárúr, illetve dr. Dobiné, dr. Jakab Hedvig, és Kovács Szilárd, dr. Kovács Szilárd, ő pedig a pécsi bazilika orgonistája, úgyhogy ők tanítottak, ők kezdték el bennem a régi zene iránti szeretetet támogatni, úgyhogy nagyon sokat köszönhetek nekik. A zongora után vagy mellett miért inkább ezt a, hát nem könnyű hangszert, ugye, mert a zongora sem egyszerű, de hát azért ugye a hangszerek királynőinek nevezik ugye az orgonát, és azért ott ugye a kezet, lábat, ott mindent, tehát hogy igazából szerintem egy sokkal nehezebb pályát választottál, mind népszerűségében, mind pedig hangszer kezelésileg. Ez miért jött így az életedbe? Igen, hát vallásos családból származom, ezt így elmondhatom, ugye zalaegerszegi vagyok, ott tényleg egy ilyen hagyományos hit az, ami úgy jelen van és meghatározza az emberek mindennapjait. Így hát igazából innen is ered. Tehát elmentem egyik nagy boldogasszony napján a Szentmisére, és hát ez mondhatja így az ember, hogy egy ilyen isteni szikra történt, és oda mentem a édesanyámhoz, illetve nagymamámhoz is, és mondtam nekik, hogy hát én mindenképpen orgonálni szeretnék megtanulni. Uh-huh. Egyszerűen megfogott a hangja, megfogott a liturgiának a szépsége, és aztán tényleg így is lett, hogy elkezdtem tanulni orgonálni, hát tényleg csoda folytán is, 3 év alatt olyan szintre eljutottam, hogy egyetemre felvételiztem orgonából. Ugye zongorázni tanultam előtte, illetve hegedülni, amire nagyon büszke lehetek, mert az ember nem csak a billentyűs hangszerekhez kell, hogy értsen egy zenész, hanem át kell, hogy lássa a más hangszereket. És fúvós hangszer nem volt benne. Hát fúvós hangszer, csak furia, tehát ugye mindenki furia hangszeren kezdi, tehát ugye az óvodában is, illetve a zeneiskolában is tanultam furiázni is. Egyébként ugye azért a zongoristáknak, hogy mondjam, hogy könnyebb karrierbe futni, mint azért egy orgonaművésznek, hiszen ahogy mondtad, hogy inkább ugye az orgonákra, a templomi orgonákra ugye múltbéli zeneszerzők írtak. A zongoristáknak pedig egy picit ugye mai napig is lehet akár frissíteni, újítani, vagy beszélgettem egyszer egy zongoraművésszel, és azt mondta, hogy igazából maga sem tudja, hogy hányfajta zongora verseny van, mert nagyon-nagyon-nagyon sok van, tehát neki könnyebb a repertoárt frissíteni. De azt is láttam, ugye, mert egy kicsit utánad néztem, és utánad hallgattam, hogy fiatal koron ellenére azért nagyon sokfele koncerteztél, vagy koncertezel már. Igen, igen, és ez hozzá is tartozik az életemhez. És bizonyos szempontból egyetértek azzal, hogy egy orgonaművésznek sokkal nehezebb egy karriert befutni, illetve érvényesülni az orgonával, viszont más szempontból nem, mert azért ma is íródnak darabok, tehát például Virág András Gábor orgonaművész írta a diplomámra is egy darabot, amiért nagyon hálás vagyok neki.
Tehát azt mondanám, hogy ma is keletkeznek ilyen darabok, és én is írok orgonadarabokat is, akár a liturgiák alkalmával, illetve rendszeresen koncerteken improvizálok is. Tehát ezt nagyon fontosnak tartom, és hát azt, hogy népszerűsítsem is az orgonát. Tehát ez egy nagyon fontos. Azt tudom, hogy vendégművésszel is szoktál ugye fellépni. Tehát azért, hogy igen, ahogy elmondtad, egy kicsit frissítsd az élményt, hogy az emberekben igen. az legyen, hogy egy hatalmas orgona hang így rázúdul. Igen. Ugye mindenki be az van meg, hanem igen. Azt, hogy higgyétek el, hogy azért ezt lehet másképp is tálalni. Van benne egyfajta ilyen küldetésszerűség, hogy az orgonát és magát ezt a fajta az ágat népszerűsítsd? Így van pontosan, és hát én nagyon sokszor hivatkozok, már tényleg szinte minden egyes alkalommal Bachra. Én ugye Bach idézetet azt nagyon fontosnak tartom az életemben, azt, hogy akinek az élete a művészet, annak művészet az élete. Tehát én ezt úgy értelmezem, hogyha én az életemet úgy élem, hogy művészként és zenélek, és közvetítem az emberek felé, akkor az egész életem igazából... Alárendeled? Így van. Alárendelem, és azonosul ezzel az egésszel, és próbálom így is élni az életemet. És hát igen, ez a népszerűsítés nem csupán csak népszerűsítés, mert persze korábban mindig azt mondtam, hogy igen, hát népszerűsítem az orgonát. Igen, viszont azt mondanám, hogy ez azért is nehéz, ez a feladat. Mert ha belegondolunk, ugye ahogy az egyháznak a feladatai közé tartozik, ugye az isteni igének a közvetítés az emberek felé, ugyanígy van az orgona is. Mert ha belegondolunk, akkor az orgona az ugye egy templomi hangszer. Ezért nyilván az orgonistának még nehezebb a feladata, mert ugye ezt át kell hidalni, hogy nem feltétlenül csak a vallásos embereknek zenélünk, viszont valamilyen féleképpen meg egy missziót hajtunk végre azáltal, hogy amely művek ugye orgonára íródtak, azok nagy része vallásos mű. De meg szeretném szólítani ezekkel a művekkel és a játékommal is azokat az embereket, akik nem feltétlenül vallásosak, és nem járnak templomba. Rendszeresen. Igen. Egyébként a tanítványait között volt már olyan, akit sikerült egy picit rávenni arra, vagy becsábítani az irányban, hogy ezt a csodálatos hangszert esetleg megszeresse? Igen, természetesen volt, és ezt most nagy örömmel mondhatom el, hogy a december 10-i koncertemen is három növendék és a családja is ott volt a koncerten, úgyhogy ez külön öröm volt számomra. Meg tehát feléjük is mindig ezt így közvetítem, hogyha koncertem van, és tényleg... Ráérnek, és van kedvük, akkor jövendjék. De egyébként itt az Újpest Televízióban is látni fogják, és hallani fogják, hát egy csodálatos koncertedet a kedves nézők, úgyhogy ezt majd velünk együtt élvezhetik. Ugye beszéltünk a régi zenéről, magáról is, ugye nekem is vannak, ugye volt osztálytársam, aki ugye csemballó művész, és ő maga is elmesélte azt, hogy mennyire nehéz egy picit, vagy az ő számára nehéz, hogy elhozza a régi zenét a mai fülnek, de amikor például én magam is ugye elmentem csembaló koncertre, akkor meg rájöttem, hogy úristen, milyen csodálatos hangszerezés, a megszólalása milyen gyönyörű, és átrepít egy teljesen másik dimenzióba. És nekem az orgonával is mindig ez volt az érzésem, hogy egy másfajta dimenzióba visz át engem. Így van, én erre is törekszem a koncerteken, illetve liturgiákon is. Tehát liturgiának is van egy olyan szakasza, egy olyan része, amikor ilyen meditatív orgonazenét kíván meg, és hát tényleg ott is próbálok úgy improvizálni, úgy játszani, hogy az odaillő legyen. De igen, amit mondasz, az igazából tehát tényleg egy nehéz, hogy akár az 1500-as évekbeli zenét, na most azt hogyan adjuk elő ma? Tehát igen. Úgy, hogy a mai közönség is azt ugyanúgy élvezze és értse. És hát ez tényleg egy nagy kihívás az előadó művészeknek is, meg hát... De ezt mivel tudod fent? Mivel tudjátok? Kitartással? Vagy úgy, hogy másképp nyúltok mondjuk a hangszerhez, vagy a régi zenéhez? Igazából mind a kettő fontos. Én azt szoktam a mostani koncertjeimen általában alkalmazni erre, hogy beszélek a darabokról. Tehát amint az ember kiáll és beszél a darabról, úgy sokkal közelebbinek érzik a hallgatóság, tehát a hallgatók
Mesélsz arról, amit most hallani fognak, hogy mik ez a szerzővel, mi volt a célja, hogy kiknek szól, miről szól, milyen a zenei szerkezeti felépítése. Pontosan, pontosan ezekről a dolgokról, illetve arról is, hogy milyen érzések és milyen mondani valója van éppen az adott darabnak. És mit gondolsz, hogy az orgona lesz az életed egyik nagy szerelme életed végéig? Hát erre azt mondom, hogy ő az életem nagy szerelme. Úgyhogy ebben célba ért az életem. És te miben tartod magad egy kicsit másnak, mondjuk, mint például a többi orgona művész? Hiszen mindenki azért, minden egyes művész, aki leül a hangszerem mellé, vagy mondjuk színészek, énekesek, valamiben mégis más, mint a többiek. Igen, igen. Én úgy gondolom, hogy nagyon sokat tanulhatunk egymástól, és fontos is, hogy az ember nyitott legyen mindenkinek a művészetére, mindenkinek a játékára, itt jelen esetben, hogyha az orgonaművészekről vagy az organistákra gondolunk. Viszont az nagyon fontos, hogy az ember tudja, hogy ő igazából mire teremtetett, vagy hát mi a célja az egész a zenével, az orgonával, mit akar elérni. Te az orgona mellől próbálod Isten szavát elvinni az emberekhez? Pontosan erre törekszem. És amikor leülsz, mondjuk egy-egy koncertkor vagy misekor, akkor ezzel a gondolattal vagy lélektanisággal ülsz le a hangszered mellé? Igen, itt most hoznék egy példát, például amikor a Szent Misén mondjuk a Zsoltárt bevezetem egy orgonazenével, akkor előtte átelmélkedem. Ugye ez egy imádság, tehát a Zsoltár az egy imádságnak tekinthető, ami már ugye a Bibliában jelen van, és ezt valahogy úgy átelmélkedem, átgondolom, és próbálok ahhoz méltóan egy improvizációval hát azt bevezetni. Például pont a mai Szent Misén volt egy érdekes, hogy az egyik hívő oda jött hozzám, és mondta, hogy hát milyen felemelő volt az improvizáció, amit hallotta a Szent Misén, és hogy mennyire hiányzott már ez neki. De ez jó. Itt Újpesten volt, és nagy örömmel. Tehát, hogy igazából nem is annak örültem, hogy most engem dicsért meg, hanem az, hogy én tudtam közvetíteni valamit feléje. Tehát és hogy készülsz például egy koncertre, amikor te, mint orgonaművész mész, és hogy készülsz például a misékre? Másképp? Másképp, igen, igen. Tehát, természetesen, hogyha egy ünnepi liturgiáról van szó, egy húsvétiról, vagy egy karácsonyiról, akkor az jóval nagyobb előkészületet jelent, mint egy évközi vasárnapra való készület. Ott inkább lelkileg. És amikor viszont a nagy ünnep van, arra nem csak lelkileg kell rákészülni, hanem természetesen ott akár egy zenekari kíséretet megírni. Tehát én komponálással is szoktam foglalkozni, úgyhogy ott így kell. Az orgonakoncertekre viszont ott háttérmunka van. Ott az ember ott van a szobájában, és ott a zongorán is, az orgonáján is beújrendez, tagolásokat, íveket bejelez magának, hogy mikor kezdődik egy új frázis mondjuk. Tehát ezek nagyon érdekes dolgok, de ott viszont ugye nem arról szól, hogy most itt elsősorban lelkileg, az már az utolsó pillanatokban van, amikor egy koncertre, vagy hát egy koncerten játszom már. Tudod, azért az emberekkel, és főleg mondjuk egy előadó művésszel az előfordulhat, hogy felfedezik, és mondjuk egy nemzetközi szintre kerül. És mondjuk, ha egy nemzetközi karrier neked beindul, akkor is megpróbálod, tehát akkor is megtartod a templomi szolgálatot? A templomi szolgálat az elengedhetetlen része az életemnek, tehát azt igazából mindenképpen. Tehát, hogyha mondjuk világhírű orgonaművész leszel, akkor a hívők megnyugodhatnak, hogy azért Attila néhány nap vasárnaponként azért ott fog működni. Így van, így van, így van, természetesen. Az fontos, azért is fontos, mert valahogy az egész zenei hivatásomat is annak köszönhetem. Tehát mondjuk a zenét, azt tényleg már óvodáskoromban nagyon szerettem énekelni. Nagyon érdekes, hogy így a családban is az a koncertezés már ott jelen volt. Karácsonyra mindig édesanyám eleinte ő
betanított nekünk énekeket, és akkor ő hegedülni tanult, és ugye hát lekísérte hegedűn. Születésedtől a zene azért az ott van az életedben. Így van, az része az életemnek. És akkor otthon voltak ilyen kis karácsonyi hangversenyek, később már én is emlékkoncerteket szerveztem Haydnnek a születési évfordulójára. Tehát és akkor már nagyon tevékeny voltál. Igen, de ezek a koncertek nem voltak belépősek természetesen, de megadtuk a módját, és hát egy kép előtt meg volt gyújtva a gyertya, úgyhogy ez valahogy egy ilyen tényleg ilyen nagyon személyes kapcsolatom van a zenével, és ez nagyon fontos. Tehát úgy gondolom, hogy egy művész, egy zenész számára a legfontosabb az, hogy a művészetéhez, a zenéhez kapcsolódjon személyesen. Uh-huh. Tehát ha az a személyes kapcsolódás nincs meg, ha nem akkor... egy kötelező jelleg, vagy nem szívből jön, és nem a sejtjeidől. Egyébként azt már megfigyeltem, hogy akinek gyermekkorában ugye szerves része volt a zene, bármilyen módon, az felnőtt korában is ott volt a zene az életében valamiféle társként. Nem biztos, hogy a mindennapjaiban, de valahogy a zenének, vagy egy hangszeres, vagy hangszeres zenészként, de ott volt mellette. Igen, az mindig, tehát, hogy, és ezzel én is így vagyok. Kedves Attilát, köszönöm szépen, hogy eljöttél, és remélem, hogy még nagyon-nagyon sok koncerten találkozhatunk veled az országba, illetve nagyon szurkolok ahhoz, hogy például nemzetközi porondokra lépj, és akkor majd nagy sztárként ugye visszajössz hozzánk interjút adni. Így van, természetesen. Köszönöm szépen, hogy eljöttél ide az Újpest TV-be. Hát nagyon szépen köszönöm én is a meghívást. Kedves nézőink, Attila koncertjét hamarosan hallhatják itt nálunk is az Újpest TV-be. Addig is viszontlátásra!